Nem kezdte jól a legutóbbi bronzérmes elleni meccset a Kisvárda, az első félidő felénél 6-2-re vezettek a vendégek. Az Érd rohanós játéka nem ízlett a hazaiaknak, így 30 perc játék után 15-6-ra vezetett a több hazai válogatottat és légiósok sorát felvonultató Pest megyei gárda. A második játék részben már másik arcát mutatta a Kisvárda, az új szerzemény, a szerb Dimitrovics elkezdte lőni a gólokat, így csökkenni kezdett a két csapat közötti különbség. Az érdiek győzelme így sem forgott veszélyben, a vendégek végül 6 góllal nyertek, de Kovács Péter együttese számára biztató lehet az utolsó 20 percben mutatott játék. Nekünk kicsit túl nagy falat volt még azért ebben a szakaszban. Főleg az első félben rengeteg hibát követtünk el, de nagyon idegesen kézzel veszünk, amire készültünk, azok igazából, tehát meglepetés nincs, mert ugye most már mindenki minden meccset tud látni, tud elemezni. Igazából nem volt, de ők precízebbek, gyorsabbak voltak, és mi, mondom, ami hibát el lehetett követni, mind védekező, mind támadásba elkövettük. Második félben az megzett már csak statisztika, amellett, hogy ugye az emberben azért van egy olyan jó, hát nem jó érzés, de egy jobb érzés, hogy végülis meg a másik félidőt megnyertük, és hát azt hiszem, hogy tényleg küzdött a csapat. A vendégek edzője és a kisvárdaiak küzdőképességét dicsérte, és egy picit bosszankodott második félidei játékuk miatt. Nagyon erősen kezdtünk, pontosan jól játszottak a játékosaink. Utána több lehetőséget adtam azoknak, akik addig nem kaptak szerepet. Én azt gondolom, hogy továbbra is voltak jó momentumok a játékainkban. De hát az ellenfél az nagyon küzdött végig, úgyhogy ehhez gratulálok is nekik. Az 51-szeres szerb válogatott Marina Dimitrovic 6 góllal mutatkozott be új csapatában. Először is szeretnék gratulálni az ellenfél csapatának és az egész velük dolgozó stábnak. Az első félidőben nem játszottunk valami jól, ezért jelentős hátrányba kerültünk. A második félidőben már jobban ment a játék. A csapatunk fiatal, sokat fogunk még dolgozni, együtt készülni, és biztos vagyok abban, hogy jobban fogunk játszani. A forduló további eredményei a következők: MTK Budapest-Budaörs 30-30, Debrecen-Győr 18-28, Vác-Moson-Magyaróvár 29-27, Siófok-Alba-Fehérvár 27-22, Dunajváros-Békéscsaba 28-24 és Kispest-Ferencváros 19-43. Három forduló után a Győr, a Dunajváros és az Érd még 100%-os. A Kisvárda 2 ponttal a 9. helyen várja szombati Moson-Magyaróvári vendégjátékát.